Jó napot kívánok, köszöntöm nézőinket innen a Kolozsvári Állami Magyar Színházból, az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál 9. napján. Itthon van az egyik igen kedvelt színésznőnk, Skovrán Tünde, ennek ugyebár önmagában is örülünk, de a helyzet érdekessége, hogy egy Egyesült Államokból hozott, Tompa Gábor által rendezett darabban láthattuk az Interferenciákon. Két szereplős darabról van szó, Ubrankovics Júliával, és Skovrán Tündével beszélgetek. Sziasztok! Szia! Szervusz! Na hát mindenek előtt tisztázzuk ezt a helyzetet. Ugye adott egy budapesti színésznő, egy kolozsvári színésznő, hát Tompa Gábor rendező. A szövegkönyvet egy román szerző írta, Savián Astănescu, és mégis az Egyesült Államokból hoztátok a darabot. Igen. Na, ezt most magyarázzátok el a nézőknek. Mert hogy mindannyian valamilyen szinten vagy Los Angeleshez, vagy az Egyesült Államokhoz kötődünk a szakmánk miatt. Gábor San Diego-ban tanít, Savián Astănescu New Yorkban, Juli meg én Los Angelesben élünk most már néhány éve, és így egymásra találtunk, és azt gondoltuk, hogy nagyon izgalmas lenne Los Angelesnek egy kelet-európai drámaíró munkáját bemutatni, és Tompa Gábor pedig amúgy is már ott él részben, ott dolgozik, színházi körökben most már ismerik, és nagyon szerettünk volna egy ilyen autentikus kelet-európai produkciót létrehozni. Mi nem az lett, nem lett autentikus, és nem lett kelet-európai produkció, hanem lett belőle egy annál sokkal izgalmasabb amerikai, kelet-európai, nyugat-európai művészekből összegyúrt színházi előadás. Ami igazából az előadásunk és a mi közös munkánknak a célja is volt, hogy tudjunk olyan embereket összehozni, akik egymást aktívan inspirálják más-más kultúrákból. És ehhez Los Angeles az egyik legérdekesebb hely, mert mindenhonnan a legjobbak kerülnek oda. Na, most kérdezek az előadásról is, de annyira izgat az, hogy ti ott együtt, vagyis egy városban éltek. Jó, hát nyilván. De hát egy városban éltek, hány éve is? És én 2009-ben kerültem ki Amerikába, New Yorkban, és aztán utána Los Angelesben, Hawaii-on éltem, és 3 éve költöztem vissza Los Angelesbe. Milyen ott? Itthonról ugye sem süt tudjuk nap, képzelni. Süt a nap. Igen. nem havazik. Mi nagyon szeretünk ott élni, mert azt hiszem, hogy megtaláltuk mindketten a terünket. Annyi lehetőség, új energia, új impulzus ér bennünket ott, hogy ezt egyelőre élvezzük, és lubickolunk benne. Igen, és azt hiszem, hogy ma annyira globálissá vált a világ, annyira könnyű az egyes országok között közlekedni, hogy nem feltétlenül kell eldönteni, hogy most akkor én csak itt és kizárólag létezem. Én nagyon sok időt töltök Magyarországon, ahol forgatok, néha forgatok vagy dolgozom Németországban, Amerikában, tehát hogy annyira mobil ma ez a filmes színész, színházi színész szakma, hogy lehet több lakian létezni. Igen, sokszor ezt meg szoktuk beszélni Julival, hogy tulajdonképpen ugyanannyi idő alatt el lehet jutni Los Angelesből Romániába vagy Magyarországra, mint hogyha felülnék a vonatra a szülővárosomban, mondjuk Sepsiszentgyörgyön, és elmennék Budapestre. Mm-hmm. Tehát számunkra tényleg a föld, vagy legalábbis ez az Amerika, Románia, Magyarország távolság így teljesen lecsökkent, és furcsa mód már nem is tűnik erőfeszítésnek az, hogy, vagy legalábbis nem, meg tudjuk engedni magunknak, én meg tudom engedni magamnak a gondolatot például, hogy ma itt vagyok, holnap lehetek ott. Korábban itthonról ezt így nehéz volt elképzelni, hogy az óceán annyira, óperenciás tenger, annyira messze van, hogy nem, nincs nagy átjárás. Igen, hirtelen leszűkül a világ, tudod? Tehát, hogy a nyáron forgattam Hawaii-on, és emlékszem, hogy a forgatás előtt 2 nappal döntöttek, hogy igen, akkor végül is én kellek, és akkor megyek, vegyem a jegyet, és az a világnak pontosan a másik oldala. Tehát, hogy így annál jobban nem lehet megkerülni egy kicsit, mert akkor már közelebb kerülünk.
És annyira nagy szabadságot éreztem, amikor azt gondoltam, hogy jó, akkor megyek, akkor ez így benne van, lehet ezzel a szabadsággal élni, és hirtelen a világ ki is nyílik, és össze is ugrik. Abszolút. Sőt, azon az előadás kapcsán még többször elbeszéltük ezt Julival, hogy mivel megszólítottunk nagyon sok kelet-európai közösséget, vagy kulturális központot, és sokszor elbeszéltük azt, hogy ha mondjuk Los Angelesben találkozol egy orosszal, úgy érzed, hogy testvérek vagytok. Igen. Mert hogy a távolság annyira leszűkíti ezeket a... Én is, Kelet-Európa. Igen, itthon pedig a vadidegen. Eltűnnek a határok és a történelmi különbségek, inkább az ember arra figyel, hogy jaj, te is tudod, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, káposztás valami, akkor te is azt gondolod, hogy ez milyen jó. Hát olyan jól meséltek, és ez annyira izgalmasnak tűnik, hogy én nem merek többet kérdezni, mert egy órát fogunk itt beszélgetni, és nincs annyi percünk. Úgyhogy én legszívesebben elmennék hozzá Los Angelesbe, és egy filmet forgatni, két magyar színésznő élete Los Angelesbe, milyen jó lenne. Na, beszéljünk a darabról. Tehát ugye elmondtuk a nézőknek, meg sokan látták is, egy kétszereplős előadás, minden a nézők szem előtt történik, minden átalakulás. Mennyire nehéz ez nektek, mennyire vesz igénybe, hogy hasonlítotok most, ahogy olyan egyformán néztetek rám. Igen. 45 perces, vagy inkább egy órás maraton, amit beleindulunk, és akkor azt futni kell, és nincs belőle kiszállás. És mivel az egész előadás ilyen partitúraszerűen van felépítve, tulajdonképpen minden mozgás, minden apró cselekvés ki van találva, ezért nem lehet mellé fogni, vagy nem lehet kifújni. Tehát nekem személy szerint fizikailag is elég megterhelő. Egy előadás után érzem, hogy már nem férne bele aznap egy másik, tudod? Ráadásul te, igen. Igen, de mivel ez az előadás, ez egy közös gyerek, hiszen a Tündével együtt produkáltuk is az előadást, ezért kialakult kettőnk között egyfajta bizalom, ami azt hiszem alapfeltétele ennek az előadásnak, hogy tudjuk, hogy ha te rendben vagy, akkor én is rendben vagyok, és akkor végigcsináljuk, és enélkül nem menne. Vagy volt már rá példa, hogy egyikünk gyengébben volt, vagy fizikailag le volt pattan, vagy olyankor meg nagyon segítjük egymást, tehát mindig van egy ilyen oda-vissza játék köztünk, ami nagyon egészséges, és nagyon, azt hiszem, hogy így kell egy ilyen apró produkciót. Csak így lehet. Igen, csak igen. Különben te bűvész mutatványokra vagy képes, nagyon jó a kézügyességed, ezt tudjuk rólad. Fodrászként is jól működsz, meg gyönyörűen rajzolsz. De azt jó, de az arra jelenetre utalok, amikor bemázolod magad fekete festékkel, utána hogy a csodába tudod eltüntetni, ez már kész bűvész mutatvány. Hát ott mindenki szeme láttára. Röviden mesélt, mert nagyon kevés nagyon percünk maradt. Ebben az a bűvész mutatvány, hogy ezt a játékot most itt Kolozsváron találta ki Gábor az előadás előtt 2 perccel. Úgyhogy akkor próbáltam ki először, nem is tudtam, hogy fog összejönni, teljes impó volt. Nem hiszem volt. El. Igen. Úgyhogy hát fantasztikus, akkor most itt adtuk oda, mert nem tudtunk beadni egy fényt, ezért. Amitől az arcom nem lett elég félelmetes, úgyhogy Gábor mondta, hogy valamit be kell, fessük be. És akkor befestettük. Hihetetlenül jó alany vagy, biztos a rendezők ezt szeretik, hogy ilyen gyorsan tudsz alkalmazkodni. Hol játsztátok a darabot az Egyesült Államokban? Hollywoodban játszottuk 6 héten keresztül 2015 novemberétől december közepéig, és aztán most az interferenciák, ez a gyakorlatilag az érkezésünk előtt felújítottuk a darabot, és akkor megint játszottuk egy picit, és aztán most ez itt az első európai állomás, utána menjünk Budapestre. De maradjunk egy kicsit Amerikában, mert én itt arra vagyok kíváncsi, hogy milyen fogadtatása volt ott az előadásnak. Hát ugye ez egy háborús darab, egy képzeletbeli országban. Beszéljünk akkor inkább a darabról. Tehát, kíváncsi vagyok, hogy az amerikai közönség hogy fogadta, azért, hogy tudjunk utána arról is beszélni, mert nagy a különbség az európai, kelet-európai és amerikai közönség között, meg vagyok győződve. Persze. Az nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy ebből a szempontból és a fesztivál témáját illetően is az idegenség a téma és a mi darabunknak is a témája. Az identitáskeresés, az otthonkeresés. Kevésbé háborús történet, inkább annak a története, hogy két testvér, két nővér
akik lehetnek testvérek, vagy egymás alter egói, vagy egy karakter, hogyan fogadják el egymást, önmagukat, egymás múltját, és az egymás identitását. Milyen hogy az, amikor egy kultúrából... Hogy hogyan harcol meg tulajdonképpen a múlt a jelennel, vagy a jelen a múlttal, és a, milyen alternatívák vannak a jövőre. Így tehát, van. Ez ennek egy szürreális feldolgozása, nem egy-egyben egy ABC történet, egy álom jelenetek sora, ami álomból álomba, majd annak az álomnak a még egy álmába lép. És ez egy többféle értelmezése van. És természetesen a közönség ezt az elején mi rájöttünk arra, hogy nagyon kíváncsiak a darabra is, nagyon kíváncsiak arra a játékstílusra, vagy színházi nyelvre, amit mi beszélünk, és előadás után minden alkalommal szerveztünk egy ilyen közönség. Amikor feltehették a kérdéseiket, amikor megbeszéltük, hogy körülbelül mi az, amit mi szeretnénk eljuttatni hozzá. Igen, nagyon nyitott az amerikai közönség. Ez a legcsodálatosabb dolgok egyike. Más, mint mi? Más, mint a kelet-európai? Abból a szempontból nincsen ítélet és bírálat rögtön alapból. Tehát, hogy nem betnek rá keresztet, hanem... Toleránsabb. Hanem kiítják, hogy akkor ez most kíváncsi. Igazából micsoda. Igen, és hogyha valaki nem érti a darabot, akkor nem föltétlenül utasítja el, vagy lép egyet hátra, és érzi hülyén magát, hogy nem érti, hanem kíváncsian megkérdezi, hogy lehet, hogy nem vagyok elég kulturált ehhez, de meg is mondj, vagy el is mondják, de szeretnék fejlődni, mondd el, hogy te mit szerettél volna ezzel mondani, és ez számomra nagyon izgalmas volt, mert ezzel a mentalitással én korábban nem találkoztam. Most aztán nagyon kíváncsi vagyok, mert visszük az előadást az Off-Broadway-re New Yorkba, és ahol egy teljesen más közönség van, és nagyon színházi közeg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott hogy fog a közönség viszonyulni hozzánk, meg a darabhoz. Engem már Szida rendező lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, lejártak a perceink, de remélem, hogy folytatni fogjuk. A Broadway után beszélgessünk. Broadway után. Köszönöm, hogy itt voltatok.